Hogyan néz ki egy kispap élete? Mi történik egy szemináriumban? Hogyan lehet valakiből pap? Azok a fiatalok, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt, egy hétvégére beköltözhettek a győri Brenner János papnevelő intézetbe. A Krónika stábját is érdekelte, mi történik ezeken a napokon, ezért meglátogattuk az intézményt. Meghirdettük azt már évekkel ezelőtt, hogy ha valaki szeretne egy hétvégét eltölteni itt a szemináriumban, mert foglalkozik a hivatás gondolatával, akkor beköltözhet ide. Kiszakad abból a közegből, ahol a mindennapi élete zajlik. Távolságot tud venni azoktól a befolyásoktól, ami meghatározzák a mindennapjait, és az elcsendesedés által talán meg tud nyílni a Jóisten felé is. Nagy keresztény családból jövök, öten vagyunk testvérek, ugye én vagyok a harmadik. Hát nálunk a vallásos nevelés az alap volt. Vegyész akartam lenni, úgyhogy én nem a papi hivatást választottam, az érettségi után nem jelentkeztem Veszprémbe a Pannon Egyetemre. Tehát, hogy a Jóisten utánam jött. Odaadottság és elszántság. Akarom azt csinálni, akár milyenek a körülmények, ha esik, ha fúj, amire egyszer ráállok kitartóan. Én ezt tartom a legfontosabbnak, mert egyikünk életesen fekete-fehér, egy pap életesen fekete-fehér, az is nehézségekkel teli, mint ahogy minden civil embernek az élete nehézségekkel teli, de az nem megoldás, hogy megfutamodok. Nagyon sok mindent együtt csinálunk, együtt imádkozunk, együtt étkezünk, együtt emeljünk szabad időben. Sok a konfliktus, tehát ezt be kell vallani. És mégis ez a konfliktus megtanít arra, hogy ki is vagy te valójában. Ebben a konfliktusban én magamat akarom megismerni, és hogy ebből valami jót kihozni. Tehát, hogy az igazi küzdelem az itt kezdődik, és hogy szerintem ezt a szemináriumban azt én nagyon is meg tudjuk tapasztalni. Most a nyitott hétvégét tartjuk. A papság után érdeklődőknek ez a lehetőség azért kínálkozik, hogy akik azon gondolkodnak, hogy hogy készül egy papa papi hivatásra, vagy hogy kik vannak a falakon belül, azokkal egy kicsit találkozzanak. Tehát az a célunk, hogy ezeknek a fiataloknak, akik ide jelentkeztek, legyen egy belső szemléletük. Ez a hely, ahol most éppen vagyunk, ez a szemináriumnak a motorja, a kápolna. A lelki programjaink itt kezdődnek, itt fejeződnek be, itt kezdjük a napot közös zsolozsmával, szentmisével, illetve itt fejezzük be szintén a közös zsolozsmával, illetve a szentségimádással. Ez a hely az egyéni imádságoknak is a helye, mivel úgy gondolom, hogy az itt eltöltött idő alatt ez a hely fog minket magával ragadni, és itt válunk majd igazán mély lelki papokká. Először is én akarok velük időt tölteni, ez talán az első. A másik meg az, hogy hát próbálok úgy élni, persze nem mindig megy nyilván, hogy az én megnyilatkozásaim, vagy a megszólalásaim, a gesztusaim, azok amennyire lehet példaértékűek legyenek, követhetőek legyenek. Ez azt hiszem egy nagy feladat.